Már megjelent a következő gyógynövényünk, a galaj. Többféle galajt ismerünk, ismerjük a közönséges galajt, a ragadós galajt és a tejoltó galajt. Most itt a videón látszik a közönséges galaj. Onnan könnyű felismerni, hogy négyszögletes a szára, tehát négyszögletes szára van. A közönséges nem ragad, tehát sima, úgymond kopasz szára van, és a levele így örvben nőnek, ilyen csillagszerűen nőnek, ilyen hegyes végűek, és majd ahogy virágzik, ilyen fehér virágokat fog hozni. A közönséges, a ragadós galajtól tényleg csak annyiban különbözik, hogy nem tapad, mind a kettőt gyűjthetjük, igazából vértisztító hatása van, illetve vízhajtó hatása, de a népi gyógyászat többször megemlíti a pajzsmirigy működésnek a harmonizálására, de mind a hármat, tehát mind a háromféle galajt lehet gyűjteni, szárítani, steaként fogyasztani, illetve a különböző bőrproblémákat kezeltek ezzel a növénnyel, úgyhogy érdemes ezt is gyűjteni. Itt látható a ragadós gala is. Onnan is kapta az elnevezését, mert hozzátapad a ruhákhoz. És mint előbb említettem, őt is nyugodtan gyűjthetjük a teakeverékünkhöz, és pajzsmirigy működést tudjuk harmonizálni. Egy régebbi videón említettem, hogy a galajfélék között megtalálható a tejoltó galaj, amiről fogok majd később beszélni. Most virágzik, itt az a sárga virága. A többi galajféléhez képest annyi a különbség, hogy ugye ennek sárga virága, a közönségesnek és a ragadós galajnak pedig fehér. A szárán örvökben nő ugyanúgy a levele, tehát onnan lehet könnyen felismerni. A virága tehát sárga, és ezt is gyűjthetjük, akár a méregtenítő teakeverékekbe tehetjük, mert vízhajtó, méregtenítő hatása van, illetve a népi hagyományban, tehát a népi orvoslásban a pajzsmirigy működést harmonizálja a többi galajfélével, illetve régen ezt a teát itatták azokkal, akiknek tényleg valamilyen tejérzékenységük volt, és a tejtermék fogyasztása után ezt a teát fogyasztották. A nevében is benne van, hogy ezt egyébként sajtkészítéshez használták, hiszen tejoltó, és ezt még Franciaországban még alkalmazzák.